A világvezető politikusai örömmel fogadták a BioNTech és a Pfizer közös vakcináját, de a vírussal szembeni védekezésben továbbra is hangsúlyozzák az egyéni felelősséget. Az Egészségügyi Világszervezet tiszteletét fejezte ki minden tudós előtt, aki a COVID-legyőzésén dolgozik. Az olyan nem megválasztott amerikai elnök egyelőre óvatosságra int. Good afternoon everyone. Nyilvánvaló, hogy ez a vakcina, ha jóvá hagyják is, még több hónapig nem lesz széles körben elérhető. Az előttünk álló kihívás óriási és egyre növekszik, mondta Joe Biden. Hasít a tőzs, de jön a vakcina, tweetelte Donald Trump. A 90 os hatékonyságot mutató teszteredményt nagyszerű hírnek nevezte. A brit miniszterelnök szerint még korai az öröm. We absolutely cannot... Egyáltalán nem tekinthetünk erre a hírre megoldásként. A legnagyobb hiba lenne, ha most ezekben a kritikus pillanatokban elkezdenénk lazítani, mondta Boris Johnson. Az Európai Bizottság elnöket Twitteren úgy fogalmazott, hogy működik az európai tudományos munka, és a bizottság 300 millió adagot fog rendelni. Ugyanakkor Ursula von der Leyen hangsúlyozza, hogy továbbra is fontos az egyéni felelősség egymás védelmében.